Jó napot kívánok! Önök az ATV déli híradóját látják. Köböl Anita vagyok. Két nap alatt 5000 pályázó jelentkezett LP képviselőjelöltnek Magyar Péter pártjához. Állítólag sok milliót kaptak mikroadományokból is. A Szemlélek szerint elmarad a Református Egyház egységnapja, a kegyelmi botrány okozta belső feszültség miatt. Kisebb lehet 3,5%-nál a gazdasági növekedés, így idén elmaradhat a nyugdíjprémium. Két nap alatt 538 pályázó jelentkezett európai parlamenti képviselőjelöltnek, árult el Magyar Péter a hvg.hu-nak. A több mint 5000 jelentkezőből egy 10 fős jogászokból, egykori diplomatákból álló csapat választja ki azt a 30-40 embert, akik tovább jutnak a második körbe. Az utolsó, harmadik körről pedig nyilvános online szavazás fog dönteni. Magyar szerint a kiválasztási folyamatuk a képviseleti demokrácia jó példája, mert az emberek döntenek a jelöltekről, nem a karmelita fura urai. A Nemzeti Választási Bizottság által tegnap nyilvántartásba vett Tisza pártot állítása szerint ingyen vehette át. Pár hete kezdtek beszélgetni a szervezettel, majd megegyeztek az átadásról. A héten megvolt az első tisztújítás is, magyar alelnök lett. Sajnálja, hogy Budapest nem tudott jobb választási alternatívát nyújtani az itt élőknek, szerinte a város többet érdemelne, mondta a Magyar Hangnak Magyar Péter, amikor arról kérdezték, kit fog támogatni a főpolgármester jelöltek közül. A Gyurcsány Ferenc által is támogatott Karácsony Gergelyre biztosan nem szavaznék, de Szentkirályi Alexandra sem. Jó választás, aki még életében nem beszélt ellenzéki újságíróval, illetve láthatóan semmiféle elképzelése sincs Budapestről, tette hozzá. Vitézi Dávid a Fidesz hekje, mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik, államtitkáruk is volt, mondta Magyar Péter, aki egyébként az önkormányzati választással egy időben tartandó EP választáson az 5-10%-os eredménynek örülne. Nem rendült meg Orbán Viktor bizalma Gulyás Gergely felé, annak ellenére, hogy egykori legjobb barátja, Magyar Péter, harcot hirdetett a kormány ellen. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Kormányinfón az ATV kérdésére. Politikai elemzők szerint most, hogy már pártja is van Magyar Péternek, jó eséllyel száll ringbe a júniusi európai parlamenti választáson. Ezt neki is elmondtam, hogy én a feleségét kiválóan alkalmasnak tartom erre a feladatra, sőt, utána a miniszternek is kiválóan alkalmasnak tartottam, őt viszont nem változott a véleményem azóta. Így vélekedett Magyar Péter politikai színrelépéséről Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére kitért arra is, hogy annak ellenére, hogy egykori legjobb barátja hirdetett harcot a kormány ellen, nem rendült meg Orbán Viktor bizalma irányába. Ezzel kapcsolatos mondatait egy rejtélyes, de legalábbis többféleképpen értelmezhető kijelentéssel zárta. Most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Köszönöm. Jó, jegyezze meg mindenki. Gulyás Gergely később a 24.hu-nak válaszolva próbálta tisztázni, hogy hogyan is értette a mondatot. Szó szerint ezt közölte. Magyar Péter közéleti szerepvállalásához semmi közöm nincs. Ezt csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna, akkor belátható időn belül a jobb oldalon mindenki nagyon hálás lenne nekem. A Kormányinfo előtt 3 órával Magyar Péter hosszabb posztban üzent Gulyás Gergelynek, hogy a kormány ne állítson róla valótlant. Mint írta, nem háborúpárti, nem támogatja a fegyverszállítást Magyarországon keresztül Ukrajnába, de a háborút csak Putyin orosz elnök tudja befejezni. Azt is írta, hogy fontosnak tartja az uniós migrációs politika szigorítását, illetve hogy az ő kormányának egyik első intézkedése az ügynök akták nyilvánosságra hozása lenne. Emellett azt is kérte Gulyástól, hogy tegyen meg mindent, hogy a Nemzeti Választási Bizottság ne akadályozza meg a Tisztelet és Szabadság párt európai parlamenti választási indulását. Ezeket a szokásos baloldali hülyeségeket hagyjuk, mert ezek mindig elhangzanak, aztán provokáció lesz a tüntetésen, valaki keresztbe akar tenni, soha nem volt ilyen sem ebben az esetben, sem más esetben. Jó esélye van arra, hogy bejusson az Európai Parlamentbe, mondta a 21. század intézet vezető elemzője. Deák Dániel úgy látja, hogy a Tisza párt Magyar Péterrel az élén leginkább a DK-nak és a Momentumnak okozhat fejtörést az elkövetkező szűk 2 hónapban. Ebben a rövid időben gyakorlatilag Magyar Péternek az a célja, az a feladata, hogy ami most ugye kialakul körülötte ez a médiafigyelem, ami kialakul körülötte gyakorlatilag ez a komoly messiás várás a balliberális oldalon, ezt még 2 hónapig fenntartsa. Kérdés, hogy ezt milyen eszközökkel tudja. Azt
feltételezhetjük, hogy nem nagyon van ma Magyarországon olyan ember, aki legalább egyszer ne hallott volna Magyar Péter nevéről. A listavezető személye ebben az esetben döntő jelentőségű lehet, magyarázta Galgóczi Eszter. A politikai elemző szerint hiába ismeretlen gyakorlatilag a Tisza párt, a hátralevő kevés idő ellenére ő is jó esélyt ad az EP mandátum megszerzésére. Két hónap alatt nagyon keveset lehetne elérni akkor, hogyha egy olyan ember indul el, akit be kell mondjuk mutatni, be kell vezetni a nyilvánosság előtt, hogyha fel kell építeni egy pártot is, teljesen a nulláról kell kezdeni. Magyar Péter korábban azt mondta, listájára várja civilek jelentkezését, akik majd tervei szerint a választók szavazataival jutnak fel az EP listára. Itt van ez az új csodagyerek. Volt egy tüntetése, melyen mindenről beszélt, csak a háborúról nem. Nyilvánvalóan azért, mert az amerikaiak megtiltották neki. Állította Magyar Péterről Mentzer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádióban péntek reggel. Hogy magyar jobboldali vagy baloldali, Mentzer szerint ez nem vélemény kérdése. Magyar Péter hazatalált oda, ahová való, a baloldalra. Azt mondja, amit a magyar baloldal, aki körülötte vannak baloldali figurák, ugyanazt az utat járja be, mint a baloldali hősök, mondta a kommunikációs igazgató. Jól jellemzi a magyarországi református egyházon belül kialakult drámai szétszakítottságot, megtörtséget, hogy a 2009 óta rendszeresen megtartott egységnapot nem tartják meg a szervezők, írja a Szemlélek. A portál értesülései szerint a döntésnek egyértelműen köze van a kegyelmi botrány miatt a hazai református egyházon belül kialakult feszültséghez. A Szemlélek cikke szerint a Balogh Zoltán által előidézett hitelességi krízis miatt már keresztelőket mondanak le, sorra lépnek ki egyháztagok a reformátusok közösségéből. Idén, május 25-én, 5 év után ismét Debrecen lett volna az ünnepi találkozó házigazdája. A kormány és a Kopint-Tárki egyaránt mindössze 2,5%-os növekedést vár idén a magyar gazdaságtól. Nyugdíjprémiumra így jó eséllyel nem számíthatnak az idősek, mivel ahhoz 3,5%-ot meghaladó gazdasági növekedésre lenne szükség. Írja az énpénzem.hu. Emlékeztetnek, a pénzügyminisztérium szerint most az is jelentős dolog, hogy a nyugdíjak védelméhez szükséges fedezetet garantálja az állam. A pénzügyminiszter a tegnapi kormányinfón újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy a kormány 20,5 milliárd forintot tett félre idén a nyugdíjprémiumra, amiből látszik, hogy nagyobb növekedésre számítottak, jegyzi meg a lap. Az összegről Varga Mihály az őt kérdező újságírónak azt mondta, ne aggódjon ezért a pénzért, van ennek a pénznek helye. 3,6%-os lett a márciusi infláció, ami februárhoz képest 0,1%-os csökkenést jelent. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mindezt úgy értékelte, idézem, az infláció összeomlott és lent is maradt. A csökkenés egyébként azért nem lett nagyobb, mert kiugróan emelkedtek elsősorban a tévé, telefon és internet díjak. Egy szívecske, azaz a lájkolás szinte már rutin mozdulat a közösségi oldalakon. Ugyanakkor egyre drágább mulatsággal vált az internetezés. Múlt hónaphoz képest a telefon és internet díjak 10,8%-kal kerülnek többe, míg a tévé előfizetések 11,4%-kal emelkedtek a KSH friss jelentése szerint. De nem csak az otthoni szolgáltatások, a lakhatás is megdrágult. A lakbér 14%-kal emelkedett egy év alatt. Az átlagos bérleti díj a fővárosban meghaladta 200 ezer forintot, ami azt jelenti, hogy átlagosan 200-250 ezer forintért tudnak az emberek lakást bérelni. Budapesten a legolcsóbb lakásoknál, a legkisebb és külkerületben lévő lakásoknál is ez az érték azért már 120-150 ezer forint. Gyorsan pörögnek a kutak számlálói, a statisztikai hivatal adatai alapján 2,1%-kal nőttek az üzemanyagárak februárhoz képest. A szakértő szerint leginkább az érezhető, hogy január 1-ével 41 forinttal emelkedett a jövedéki adó literenként. Ami azonnal meg is jelent az üzemanyagok árában, úgyhogy ez volt egy olyan drasztikus áremelés, ami éreztette a hatását a benzinkutakon, hiszen a január és a februári hónapban is jelentős helyenként 30-40%-os visszaesésről is panaszkodtak a benzinkutak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a KSH friss adatai kapcsán kijelentette, az infláció összeomlott és lent is marad.
Idén márciusban a fogyasztói árak ugyanis átlagosan 3,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Februárhoz viszonyítva ugyanakkor már valóban kevesebb, mint 1%-kal emelkedtek csak az árak. A Telex gazdasági újságírója szerint a hétköznapokban kevésbé érződik az infláció visszaesése. Nem az árak csökkentek, csak az áremelkedés mértéke csökkent. Brückner Gergely szerint ugyanakkor jó hír, hogy egy éve ilyenkor 25%-os inflációról beszéltünk. Azt gondolom, hogy ez a 3,6% ez most nagyjából az elemzői várakozásokkal szinkronba volt. Én olvastam előzetesen, aki ennél is alacsonyabbat vár, de ugye megint sikerült csökkenteni az előző hónaphoz képest 0,1%-kal az infláció mértékét. Ez lehet, hogy már egy lokális mélypont. A szakértő kiemelte, innen már nehezebb lesz tovább csökkenteni, így becslések szerint ez év végére 5-6%-ra nőhet vissza az infláció. Nagymárton régiós árfigyelőrendszert jelentett be, de a benzinástop visszahozataláról nem volt szó a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség képviselői közötti egyeztetésen. A rendkívüli megbeszélést az NGM közleménye szerint a magas hazai üzemanyagárak indokolták. A miniszter felhívta a figyelmet arra a felek közti korábbi megállapodásra, miszerint az üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lenniük. Nagymárton azt is mondta, a KSH a közeljövőben olyan nyilvános, a regionális üzemanyagárakat monitorozó rendszert alakít ki, amely rendszeresen bemutatja az árkülönbségeket. Így könnyebben lehet majd ellenőrizni a megállapodás betartását. Több száz milliárd forintnyi beruházás elhalasztását jelentette be Varga Mihály a kormányinfón. A pénzügyminiszter összesen 675 milliárd forint elköltésének átütemezéséről beszélt, amik majd a jövőben fognak megvalósulni. Az ATV kérdésére a tárcavezető beszélt arról is, hogy a reptér megvásárlása még a megemelt hiánycél és a magas kamatkiadások mellett is a kormány stratégiai célkitűzése, amit végig kíván vinni. Az idei évi költségvetési javaslatot, ami a 2025-ös évi költségvetés november 5-ét követően fogjuk benyújtani. Megvárja a kormány az amerikai elnökválasztást a jövő évi költségvetés elkészítésével, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Ennek okát Gulyás Gergely abban jelölte meg, hogy Donald Trump esetleges győzelme után lezárhatná az orosz-ukrán háborút, és akkor a költségvetés is könnyebb helyzetben lenne. Az idei büdzsé is kiigazításra szorul, erről már Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt. A kormány arról döntött, hogy 675 milliárd forintnyi beruházást fog átütemezni, elhalasztani a következő időszakra. Ez tehát azt jelenti, fontos leszögezni, hogy nem töröljük ezeket a beruházásokat, hanem ezek nem vesznek el, a jövőben fognak megvalósulni. Arról már korábban lehetett tudni, hogy márciusban a költségvetés elérte az egész évre tervezett hiánycél több mint 92%-át, és a kabinet végül meg is emelte az idei évre tervezett hiány mértékét. Az ATV arról kérdezte a pénzügyminisztert, hogy ilyen körülmények között miért ragaszkodik a kormány a repülőtér megvásárlásához. Varga Mihály válaszában azt mondta, ez a kormány stratégiai célkitűzése, amit keresztül kíván vinni, a korán elért magas hiányokaként pedig az évelei nagyobb kiadásokat jelölte meg. Többek között a kamat és nyugdíjkiadások mellett a reptérhez szükséges forrásokat is biztosítottuk, ez azonban nem növeli az államháztartás eredményszemléletű hiányát. A hatalmas kamatkiadásonak pedig az az indoka, hogy a befektetők bizalmatlanok a magyar állammal, a magyar kormánnyal szemben. Az úgynevezett országkockázati felár miatt magasak az állami kamatkiadások, mondja a Parlament Költségvetési Bizottságának szocialista elnöke. Vajda Zoltán szerint a 675 milliárd forintnyi beruházás későbbre tolása újabb kiigazításokat vetít előre. Ők ezt most még egyelőre nem megszorításnak hívják, hanem beruházásoknak az elhalasztásáról, de ne legyen kétségünk, a választások után az év második felében bődületes mértékű megszorítás lesz szükség, hiszen a megemelt hiánycél is jelenleg tarthatatlan. Én azt számolgattam, hogy további 1000 milliárdos valamilyen forrást kell találniuk, akár bevételt növelni, akár kiadásokat csökkenteni. A képviselő mindemellett azt pozitívumként értékelte, hogy a kormány 2024-ben az év vége felé állítja össze a jövő évi büdzsét, hasonlóan a legtöbb európai ország gyakorlatához. Hétszeres fizetésemelést kaptak állami cégek felügyelőbizottsági tagjai Lázár minisztersége alatt, derült ki az átlátszó cikkéből, amit a Telex szemlézett.
A lap táblázata szerint két éve 200 és 480 ezer forint volt egy bizottsági elnök díjazása. Mára ez 1,3 millió forintra rúg. Az átlátszó hozzátette, a sokszoros béremelkedés a dolgozókat nem érintette. Ők nagyjából 10-17%-os emelésben részesültek. A lap emlékeztetett, ezek egyikében volt felügyelőbizottsági tag Magyar Péter is, aki Varga Judit lemondásával párhuzamosan mondott le erről a posztjáról. Járt Moszkvában a metróvagonmasnál a 3-as metró felújítási tender kiírása előtt az egyik főpolgármester helyettessel, de nem tapasztalt orosz befolyásolási kísérletet. Ezt mondta a Telexnek adott interjújában Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója. A nagy 2011-es metrótűz után ugyanis már felvették a kapcsolatot a gyártó céggel, mit lehetne csinálni az előregedett szerelvényekkel. Arra a kérdésre, hogy jó üzlet volt-e a felújítás az oroszokkal, akikkel most 40 milliárd forinton megy a vita, és a klímát se engedik beszerelni, Bolla azt felelte, a felújítás mindig kényszer megoldás, amikor nincs pénz, és akkoriban nem volt. Börtön helyett eltusolás, klíma helyett szauna. Ez az elmúlt 5 év mérlege a 3-as metrón. Így reagált az interjúra Vitézi Dávid, aki rendre mások mellett Bolla felelősségét emlegeti a metró felújítás miatti korrupciós botrány kapcsán. Izrael hadereje a legmagasabb szintű készültségben vár egy esetleges támadást Irán részéről. Az izraeli védelmi erők felkészült a katonai akció elhárítására és egy ellentámadásra is, mondta Daniel Hagari, az IDF szóvívője a Times of Israelnek. Folyamatosan értékeljük a helyzetet, felkészültünk a védekezésre és a támadásra is. Készen állnak az IDF különféle képességei, illetve a stratégiai partnereink is, mondta Hagari. Utóbbi az Egyesült Államokat jelenti, amely kész katonai segítséget nyújtani Izraelnek, ha Irán valóban támad. Hagari kitért arra is, hogy Izrael többrétegű védelmi rendszerrel várja Irán támadását, amely bár több ezer sikeres elfogást hajtott végre, nem tudja hermetikusan lezárni az országot. Ezért fokozott együttműködést kér Izrael civil lakosságától. Kábítószerkereskedőket vettek őrizetbe Hajdú-Bihar vármegyében. A bűnbanda felszámolásakor csaknem 2 kg amfetamint találtak. A 9 millió forintnyi kábítószer mellett 13 millió forint készpénzt, 1 milliót érő aranyat és egy autót foglaltak le a bűnbandától. A hatóság egyszerre 5 helyszínen ütött rajta a dílereken. A 4 kereskedőn kívül 7 fogyasztót is előállítottak és gyanúsítottként hallgatták ki őket. Vonatállomásra tévedt egy ló Ausztráliában. Az állat egy istállóból szökött meg Sydneyben, kihasználva, hogy ismeretlenek betörtek az épületbe. Végigment az állomás peronján, amivel alaposan ráijesztett az utasokra, körbeszaglászott, megpróbált felszállni egy vonatra, majd üldözőbe vett egy embert. A tulajdonosnak a parkolóban sikerült befognia az állatot, amelyet ígérete szerint nem fog megbüntetni a csínytevésért. Híradónk után nem sokára kezdődik a fórum, vagy éppen folytatódik, ezt már is megtudjuk Jegesi András kollégámtól, aki elárulja nekünk, hogy lesznek-e új témák, vagy a reggelieket boncolgatják-e tovább a telefonhívókkal. Szervusz Andris! Szervusz Anita, és akkor ismételten köszöntök mindenkit. Azon gondolkodtam, hogy vajon volt-e jegye a lónak, úgy tűnik nem, mert ugye nem szállt fel a vonatra, de ennél jóval komolyabb témákról fogunk beszélgetni. A délelőttieket folytatjuk, vagyis Magyar Péter a HVG-nek, illetve Magyar Hangnak adott nyilatkozatáról fogunk beszélni. Elmondása szerint több mint 500-an csatlakoznának a pártja európai parlamenti listájára. Önök hogy látják, milyen esélyei vannak? Foglalkozunk várhatóan Le Marietta, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt európai parlamenti lista vezetőjének mondataival is, aki elmondta, hogy se Magyar Péter, se Karácsony Gergő, se Vitézi Dávid nem tetszik nekik, mármint a kutyáknak, saját maguk ők egy cselekvő párt, inkább ezt javasolják a magyaroknak. És önök elfogadják? Mondják el. Majd végezetül Súlyog Tamás köztársasági elnök Vilniusban többek között Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is találkozott, akinek elmondta, hogy Oroszország egy agresszor állam, illetve hát a háborúban az agresszor szerepét tölti be.
Mindezt fogjuk megvitatni a reklám után, úgyhogy ne menjenek már messzire. Érdemes tehát továbbra is az OTV-t választani. Tegyenek így, én köszönöm szépen figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!